Hagyományosan június 21-én az év leghosszabb napján rendezik meg a múzeumok éjszakáját országszerte. Idén 8 nagyvárosban voltak olyan fesztivál események, melyek kiemelt figyelmet kaptak. Gödöllőn, Szent Iváné alkalmával 13 helyszínen zajlottak a programok, melyre az ország számos pontjáról érkeztek látogatók. A program kavalkádban két színdarabot is láthatott a közönség. A múzeum udvarán a Garabonciás Színtársulat előadásában került a nagy érdemű elé Iván Kusán Galóca című komédiája, a Művészetek Háza udvarán pedig Hasek Svejkéjét láthatták az érdeklődők a Klubszínház előadásában. Aki igazi múzeumi élményekre volt kíváncsi, az a Városi Múzeum éjszakai tárlatvezetésén vehetett részt, vagy a kastély kiállítását csodálhatta meg különleges hangulatban. A hagyományos gépmúzeum látogatás sem maradhatott el, ahol nem csak megnézni lehetett működés közben a kiállított gépészeti ritkaságokat, de traktort is lehetett vezetni, vagy egy igazi katonai autóba is bele lehetett ülni. Aki nem a technika, hanem a történelem iránt érdeklődött, annak a régészeti látványraktár nyújtott programokat, ahol az ásatásokon alkalmazott módszerektől a régészeti előadásokig sok érdekességgel találkozhattak a gyermekek és szüleik. Az egyetemi könyvtárban számos érdekes feladat várta a könyvtárbarátokat az első világháború témájában, sőt még korabeli családi fotót is lehetett készíteni. A Városi Könyvtár is játékos történelmi túrára invitálta olvasóit, és az udvaron koncertre és felolvasóestre is sor került. Az öt koncerthelyszín között megtalálhattuk a Novo Cafét, ahol a népszerű helyi együttesektől az ismert vendégművészekig terjedt a repertoár, de a főtéren is több műfaj közül válogathattak a zeneszeretők. A Skála a Dixitől a közel éjfélig tartó japán dob bemutatóig terjedt, amit lelkesen visszatapsolt a közönség. A Királyi Váró kellemes kamarakoncerteknek adott otthont, míg a kastélyba látogatók népszerű dallamokat hallgathattak gitárkoncert keretében, vagy a Balogh Jazz Quartet fergeteges előadásában gyönyörködhettek. Igazi különlegességnek számított a Levendula Galéria utcai divat bemutatója, ahol nemez és iparművészek alkotásait csodálhatták meg a műértők. Kiállításokból sem volt hiány, hiszen a Gímháztól az Erzsébet királyné szállodán keresztül a Művészetek Házában található két tárlatig rengeteg látnivaló volt. A Szent Iván éjjelén elmaradhatatlan tűzzsonglőrök és tűzugrás látványossága méltó megkoronázása volt a főtéri kavalkádnak.